Sziasztok, Doggy vagyok. Itt is lennék a Sims 4-nek az 5. részével, és ebben a részben valamennyit fejlődnünk kellene mixelgetésből, viszont ötletem sincs, hogy hogyan tudnánk fejlődni mixelésből, valószínűleg kell vennünk valami mixasztalt, vagy hát ilyen bárasztalt, de nem tudom, hogy az mennyibe fog kerülni. Úgyhogy lehet, hogy el kell adni majd a fél házat, de hát az előléptetésért ugye mindent. Szerintem együnk valamit, vagy hát inkább vegyük meg azt, ami benne van a hűtőbe. Már elköltöttük rá a pénzt, tegyük meg a maradék palacsintánkat, mert hogy az ott maradt még egyébként, és gyorsan zuhanyozzunk, mert elég büdösek vagyunk, ahogy látom. Fúj. Jó. Mosi, 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 mosi. Szuper. Jó Isten, lassan egy órája fürdik. És hideg volt a zuhany? Aha. Ezzel is baj van, hogy ez is olcsó is, hogy nem jó neki. Nézzen tévét, és nézzen cooking channelt, viszont menjünk be a build módba, és nézzük meg, mennyibe kerül egy ilyen bárasztal. Szerintem az, hogy a dining roomnál lesz vajon, vagy a... Aha, hát szerintem nem. Hol lehet vajon? Ez a dining roomnál lesz, a bárasztal, aha. Mennyibe kerül? $700! Meg vagy húzatva? The money maker. Ez jobban néz ki, ha látom kisebb is. Viszont ez egy 100-assal drágább. Jó, oké. Viszont megvan, mit rakunk ide a sarokba. Jéj! Most már nem lesz üres a sarok. Nagyon hülyen néz ki, majd egy kicsit át kéne rendezni itt a házat, de... Make a drink. És az is dollárokba fog kerülni, hogy én itt gyakorolgassak? Szuper. Bele fogok halni abba, hogy az előléptetést elérjem. Angel German. Egy random csaj felhívott minket, hogy át szeretne jönni. Hát jó, gyere. Végül is. Lehet, hogy te nem vagy forró fejű. Persze, érezd magad otthon. Ez tök normális. Kérdezzük meg, hogy izé, szinglie. Ha már így át akart jönni, biztos akar valamit, nem? Vagy hát nem tudom, miért jött át, de... Jó, hagyd abba a tévézést. Most van valami érdekesebb dolog is. Hogy néz? Nagyon szemügyre vett minket a csajszó. Ugye keverünk neki valami erőset. Na, hát, ja, mi is ugyanolyan ügyesek vagyunk, mint ott a bárban. Na, most neki állsz olvasni? Szerintem ez könyv majd lesz, most láttam rajta. Parna kwap dufa? Zamba! Hát, mi? Házas vagy, és csak úgy random átjössz, és nem is ismertük egymás szinte? Jó. Sure. Engem most ez a vartja, hogy... Ha nem vagy forró fejű. Gyerekeid vannak? Ezért ez is egy fontos dolog. Kérdezzünk meg tőle valamit. Nem lehet megismerni? Gettunó nincsen? Burba! Miért fókuszt? Mi fókuszt? És hogy áll a mixer is? Mert lehet akkor inkább azzal kéne foglalkozni, nem egy házas nővel. Aha, deep conversation. Nem is ismerjük egymást, azért egy nagyon mély beszélgetést, ezt mindenféleképpen. Jól kijövünk egymással, nem arról van szó, de hát most...
Ismertük őt egyáltalán régebbről, vagy csak fölhívott, hogy random, hogy átjöhet-e? Lehet, hogy egyszer találkoztunk, de... Igazából nem nagyon emlékszem én arra, hogy nagyon sokat beszélgettünk volna ezzel a csajjal. Hát jó. Mondjuk nem tűnik már valami túl fiatalnak. Vagy hát nem tudom igazából. Nem tudom, mennyire látszik meg rajtuk az idősödés. Fel is ment. Mondjuk legalább nem eltűnt, mint a vörös csaj. Csináljunk még egy... Nem, akkor nem csinálunk még egy ücsit. Akkor elmegyünk dolgozni. Dolgozunk megint keményen. Be fog feszülni nagyon, mert most igazából csak így el van. De... Igazából semmi különleges. Na hát... Jó. Jó lenne, ha lassan hazaérne. Meddig dolgozik? Hajnali 4-ig? Nem lesz annyira jó. És miért nem megy olyan gyorsan az idő, mint az előbb? Aha, most jó, most jobban bepörgött az idő. Azért nem akarom itt az egész videót abból. Nem akarom, hogy az egész videóban csak annyi legyen, hogy dolgozik. Befeszült. 144-et kerestünk, és hogy állunk a munkába. Aha, szerintem lesz megint majd egy előléptetésünk. Viszont ezt a Mixology skill-t, ezt jó lenne egy kicsit felfejleszteni. Csinálj egy erős italt, aztán jobban leszel. Nem leszel ilyen feszült. És talán meg is tanulod egyszer, hogyan kell ezeket kevergetni. Úgyhogy nem öntöd ki a cipőde az egészet. Drink! Drink! Úgy se lehet, semmi bajod tőle. Egyszer... Ó, nézzétek az igazi alkoholistát! Egyszerre két pohárból iszik. Azért elég komoly színünk van. Good, az is good. Legalább ugyanazt issza? Na, igyál még! Gyerünk! Nem vagy te puhány, hogyha tentbára megyek, akkor is fejlődik? Vagy mindenféleképpen be kell, hogy rúgjon ahhoz, hogy... Á, jó, akkor is fejlődik. Hát mi rohad? Mi? Ez egyáltalán hogy? Jó, mindegy. Kidobtuk a poharat a kukába. Meg szerintem akkor ezeket is kidobáljuk a kukába. Ezt kidobtuk vajon, vagy csak leraktuk a kuka mellé? Na mindegy, majd úgyis izé elkezd bűzölögni. Most mi baja van? Ja, fáradt. Meg a fán, úristen. Mindjárt jön a nyuszi. Nézzé a gyerekműsorokat, az biztos felvidít hajnali 4 órakor. Milyen a gyerekműsor a Sims-ek világába? Nézzük meg. Ja, tökre felmegy a fán. Táncoló cápa! Ez az, hotdog néni. Ez nagyon jó. Menj el pisilni, aztán föl fogsz kelni rá, és akkor aludjál egy jót. Már jól láttam, akkor ma is dolgozik. Ez meg fog romlani. Mire föl kell, hogyha inkább berakom a hűtőbe. Hűtött ital amúgy is jobb. És éhes. Hát akkor egy ilyen kók. Itt egy ilyen... egy ilyen spagettit. Ez biztos jó lesz. Valaki kopog. Hát gyere be. De tudsz így is jönni, vagy mindenféle kell, akkor ne. Inkább alszok. Jó, kis lengeruhába jött. Na. Úristen, mennyit alszik. Aztán gondolom, megint majd izé sírni fog, hogy nem tudtam magamat kialudni. Hát tényleg nem tudtam magát kialudni, mert éhes lett, vagy a telefon felkeltette, nem tudom melyik. Na, hogy néz ki a spagetti? Az ott mi benne?
paradicsomhabzit? Jó. Te most a tésztát és a paradicsomszószt egyszerre főzted? Mert... jó, mindegy. Hát kicsit összeragadt az a tészta, nem? De biztos finom, én elhiszem. Még Facebookra is ki kell rakni, mit eszel. Ez az. Nem is az én szímem vagy. Ja, szuper, mosogasd el. Gyakorolj a munkádhoz. És jó lenne azért ezt fölfejleszteni, mert örülnék, hogyha előléptetnének minket. Jaj, Bigét meghív be. De a izével foglalkoz. A bárasztallal. Ezt is. Á, ne, azt akarom még, hogy gyorsan előléptessenek. Make drinks for everyone. Igen, csináljunk mindenkinek piát. Mindjárt csődbe megyünk, de azért csináljunk mindenkinek piát. Még. Ne, ne beszélgess, mert el kell menned dolgozni mindjárt. Ne! Nem fognak minket előléptetni. És már dolgoznunk kellene. Ne csináld ezt a hülyeséget. Fuss el dolgozni. Ezt nem hiszem el. Elkésünk a munkából. Azért, mert a Bigével beszélgetünk ahelyett, hogy piát csinálnánk. Erre ott hagyják. Gratulálok. Én pakolhatom el helyettetek az üdítőket, mi? Szuper. És akkor nem tudom, itt van valaki, a telkány nem tudok gyorsan pörgetni időt, vagy most mi van már megint? Aha. Ugye azt írja, hogy a munka közben nagyon sok tányért gyűlt össze, és hogy Teó igazából nem tudja az iramot tartani, és hogy mit csináljon, hogy a mosogatógépet ugye tömje tele, vagy hagyjon meg tányérokat. De a mosogatógépet tele tömje, az nem biztos, hogy jó, mert hogyha tönkre vagy a mosogatógép, akár ki is lyukhatnak minket. Viszont hát szerintem inkább hagyjunk meg tányérokat. Aha, jó, oké. Jól döntöttünk. Mert ugye azt írja most, hogy néha azért jó, hogyha ismerjük a saját határainkat, és azzal, hogy nem tömtük tele a mosogatógépet, igazából nem dölt össze a világ. Valahogy én is így gondolom. Hát nem lettünk most előléptetve. Ez szomorú. És az miatt a csaj miatt. Pedig igazából... jó, mindegy. Egy előléptetést azért még kicsikarunk, de egyelőre egy jó fürdést kéne kicsikarni. Már megint a szórakozás az nullán van. Ennyire rossz tányérokat mosogatni? Mondjuk megértem, csak... Fish and Tacos, az majd fölvidít szerintem. Nem is hajnali 4-ig dolgozunk most már. Ez mondjuk egy pozitív dolog. Vagy más szív helyettünk. Aha. Aludjál. És akkor utána majd reggel foglalkozunk avval egy kicsit, hogy jobb kedved legyen. Nagyon rossz kedve van. Jaj. Mindjárt dep is lesz, ezt még nem szeretném. Ott meg rohadt már megint valami pia. Nem volt jó ötlet ez a bárasztal. Nézzen, mit nézzen? Akciófilmet. Az akciófilm az biztos jó. Biztos élvezni fogja. És pisikélnie is kell? Akkor előbb küldjük el pisikélni, és utána nézem majd akciófilmet. Szuper. Ma dolgozunk? 4 órán belül, tök jó. Jó, nem pisültünk be, ezt is megúsztuk. Pedig micsoda sztori lett volna belőle? Csináljunk egy italt, és akkor majd talán avval már fölfejlődünk annyira. Mit akarunk?
Megint a tükörbe akarja magát megnyugtatni. Nagyon meg akarod magadat nyugtatni a tükörbe, de most már nyugodt vagy, úgyhogy... Jó, ennyi fán most elég lesz. Mert most igazából az a fontos, hogy meglegyen ez a mixology skill. Mondjuk egy tányérmosogatónak nem tudom miért kell, de... Okés. Aha. Megtanultunk egy új receptet. Higgyük meg, ha már kifizettük. Ó, excellent izét csináltunk, excellent juice and deluxe-ot. Na, hát ez nem rossz. Nézzünk egy kis főzőműsort, hát attól is fölmegy a fán, és akkor igazából teljesen jó lesz ez. Egy óra múlva kezdődik a meló. Nem is értem egyébként most már miért nem jön kaja. Mármint kaja, autó. Értünk, régebben jött mindig ilyen munkáskocsi, hogy elvigyen minket. De hát úgy látszik most már alacsony a költségvetés, meg a mosogatós rácért nem jön kocsi. Most ez mi? És komolyan azért, mert a kajákat szereted, nem élvezted az excellent drinket? Ha jó, oké. Úristen ez az ember. Méghozzá rohad valami a hűtőbe. Mi rohad a hűtőbe? Open. Na. Előléptettek minket. Aha. Most már 10 dollárt keresünk, pluszba óránként, 26 dollár per óra, ez már jobb. 368 plusz dollárt kaptunk, és kaptunk egy ilyen acél, rozsdamentes acél autópotot, ami nem tudom, hogy micsoda, de tök jó. És igen, most már délután 3 órától dolgozunk 11 óráig, ami egész jó. Dobjuk ki a romlott kaját. Ez mondjuk egy fontos dolog. Aztán együnk valamit. Mit kell csinálni? A következő előléptetés ez. Ó, oh, excellent grilled cheese. Szerintem az menni fog. De most, ha jól emlékszem, pont azt nem tudtam be. Azt. Ó, oh, gondolatolvasó vagyok. És ez mit csinált? Excellent lett? Excellent lett! Rakd fel Facebookra mindenféleképpen. Vagy Instagramra. Milyen puszám van. Hát jó. És... Hát szerintem még belefér egy kis tévézés. És akkor legalább nyugodtan alszol. Kulinári tréning videóz. Ezek jobb kaják vajon? Uha. Elég hamar megunta. Bár ahogy látom, nagyon fáradt. Sose lesz így barátnőm, hát nem hiszem el. Nem gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz. Mi ez? Mi ez a csúnya fej? Normál trash plant. Fúj! Erre legyek szállnak? Ez tépjük már ki. Mi a szemetes körül ilyen gazok nőnek? De nekem nem kell trash plant. Miért nem tudom kitépni őket, mondjuk úgy? Harvestelni. Mi lesz belőle, izé? Üres dobozokat fog itt nekem termelni, vagy mi? Normál trash plant, hát jó. Remélem valami jó cucc fog rajta nőni, és nem izé rohadt hal. Pick up line, gyerünk. Csípjük fel most már komolyan ezt a csajt, hogy állandóan át akar jönni. De mindig valami baja van ennek a csávónak. Annyira elpisílni. Inviting. Ja, nem hívtuk még be? Ő most már befogolja magától jönni? Nincs az, hogy hívjuk be, úgyhogy... Ja.
De jó, dolgoznunk kell. Hát akkor bocs, de most... Most sem fogunk összejönni. Úgyhogy ez van. Mert dolgoznom kell, tök jó, nem? Take a shower. Még fürödjön meg, szerintem még így munka előtt nem állt. Mi már megint ez miért nem megy el dolgozni? Jó, hát most sem fognak minket előléptetni. De azért work hard. Dolgozunk keményen. Aha, feszültek lettünk. Mert nincsen jó kedvünk, és úgy küldtük el work hardozni. Tanuljak a Master Chief-ektől egy kicsit, hát ha ellesel valami jó mozdulatot, vagy jó kaját. Az sose várt. És megint itt van a csaj. Nem gondolod, hogy ha az előbb 5 perccel ezelőtt elmentem dolgozni, akkor most már nem vagyok itthon? Méghozzá a csaj miatt fel tudom gyorsítani az időt. Na. Most már 5-ös szinten van a cooking skillünk. Tudunk fish and chipset csinálni. Király. És szerintem igazából akkor itt is lenne vége ennek a résznek. Hát most se jutottunk túl sokáig előre igazából. Előléptettek munkába, de a barátnőnk még mindig nincsen, és most már tényleg lassan itt az ideje, hogy szerezzünk egyet magunknak. Egyébként nem is gondoltam van egy ilyen nehéz, meg hogy ennyi időbe telik barátnőt szerezni a Sims-be. Amikor játszok vele, így észre se veszem, de most már lassan egy órája játszok vele, és még mindig nincsen barátnőnk. Tök durva. Remélem tetszett nektek ez a videó. Ha tetszett nektek, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet. Doki voltam. Sziasztok!